kisebbségvédelem. Kisebbségi jogok az uniós bővítési folyamatban címmel tartotta konferenciát Brüsszelben. Ha egy állam nem tartja be a kisebbségek jogait, a nemzetközi szervezeteknek és az anyaországnak kell közbelépniük, nyilatkozta az eseményt követően Vince Lóránt, EP képviselő. Mezőgazdaság. Nagyszabású gazdatüntetést tartottak a kelet-európai országok mezőgazdasági érdekvédelmi szervezetei Brüsszelben. Az érintettek az Európai Bizottság döntése ellen tiltakoztak, amelyik újabb egy évre meghosszabbította az Ukrajnából vámmentesen érkező mezőgazdasági termékek forgalmát. Diszkrimináció. Romániának jogilag el kell ismernie és védenie kell az azonos nemű személyek közötti párkapcsolatokat, jelentette be az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozatát az ACCEPT Egyesület. Az LMBT közösség jogaiért küzdő civil szervezet 4 éve vár a Románia ellen indított kereset jogorvoslatára. Kezdődik a híradó, köszöntöm Önöket! Kisebbségi jogok az uniós bővítési folyamatban címmel szervezett konferenciát kedden a Kisebbségi Intergroup, különös figyelmet szentelve az ukrajnai kisebbségek helyzetének. Vince Lóránt EP képviselő hangsúlyozta, ha egy állam nem tartja be a kisebbségek jogait, a nemzetközi szervezeteknek és az anyaországoknak kell közbelépniük. A kisebbségi jogok helyzete az Európai Unió országaiban sem egyszerű, és még bonyolultabb a helyzet a csatlakozásra váró országok esetében. Jó, hogy vannak objektív kritériumok, amelyek alapján a csatlakozásra váró országok esetében értékelhető, milyen szinten áll a kisebbségi jogok betartása, nyilatkozta Vince Lóránt EP képviselő. A megfelelés szakaszában vannak jelenleg például a nyugat-balkáni országok. A Kisebbségi Intergroup keddi konferenciáján az ukrajnai kisebbségek helyzetével foglalkoztak bővebben. Helyzetükön ugyanis cseppet sem javított a decemberben elfogadott kisebbségi törvény, hisz nem szavatol olyan jogokat a magyar, a román és a többi kisebbség számára, amely biztosítaná identitásuk megőrzését. Ezt az ukrajnai román közösség képviselője Aurika Bozsescu, illetve a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnök Brenzovics László is elmondta. Mindketten azt kérték, hogy támogassa az EU és az Európa Tanács Ukrajna csatlakozási törekvéseit, viszont ne feledjék el azt, hogy a kisebbségi jogok betartása fontos része kell, hogy legyen annak a csomagnak, amely a következő években Ukrajnára vár. Az a gondolat, amelyet én is megerősítettem, meg minden résztvevő, hogy nem lehet a tagállamok kénye kedvére bízni a kisebbségi jogok megadását, illetve azok betartását, és ha az látszik, hogy visszafejlődés van egy adott országban, akkor a nemzetközi szervezeteknek, az európai intézményeknek kell közbelépniük. Ugyanakkor hivatkozni kell azokra a kétoldalú szerződésekre, melyek pontosan leírják az Ukrajnában élő román és magyar kisebbséget érintő jogvédelmet. A román-ukrán, illetve a magyar-ukrán alapszerződésre, illetve az Európa Tanács dokumentumaira, amelyeket ratifikált Ukrajna. Nagyon sokat ennivaló és a legrosszabb, ami következhet, az az európai intézmények közömbössége. Követni kell a témát, nem szabad úgy tenni, mintha ez nem lenne fontos, hisz a kisebbségi közösségek számára ez rendkívül fontos Ukrajnában és a többi csatlakozásra váró országban is, hangsúlyozta Vince Lóránt. Optimális körülmények között május 30-án le lehet zárni a kormányfőcserét. Ezt Klaus Johannis nyilatkozta és meggyőződését fejezte ki, hogy ehhez a koalíciós pártok vezetői is tartani fogják magukat. Az államfő ezt a német szövetségi elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón fejtette ki, és bár a kétoldalú kapcsolatok szerepeltek a napirenden, a hazai újságírók egyetlen ehhez kapcsolódó kérdést sem tettek fel, inkább a kormányfőcsere kapcsán faggatták az államfőt. Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnököt fogadta ma az elnöki palotában Klaus Johannis, a négy szem közti megbeszélést követően pedig közös sajtótájékoztatót tartottak. Ezen a szokásos diplomáciai nyilatkozatok hangzottak el, mégpedig, hogy a két ország között nagyon szorosak a kapcsolatok, a kereskedelem szintje tavaly meghaladta 40 milliárd eurót, és Németország továbbra is támogatja a románia schengeni csatlakozását. Ezek a témák azonban nem keltették fel túlságosan a hazai újságírók érdeklődését, akik a kormányfő cseréről faggatták Johannist. A román államfő elmondta, szerinte tartható a korábban kitűzött céldátum, és jövő héten lezárulhat a csere. Megkérdezték tőle, hogy amikor Csuka lemond, azonnal konzultálásra hívja a pártokat, és kinevezi Márcsél Csolákut miniszterelnöknek, vagy sem. Imediat ce premierul își depune mandatul,
Amint a miniszterelnök lemond, azonnal elindítom a kormányalakításra vonatkozó eljárásokat. Semmi érdekem, hogy húzzam az időt és bizonytalanságot keltsek. Véleményem szerint a rotáció gyorsan, korrekt módon kell megtörténjen, röviden, úgy, ahogy elő van írva, mert nem kell azt az érzést kelteni az emberekben, hogy itt arról van szó, hogy egyesek befolyásolni akarnak másokat, és túl későn kezdenek alkudozni a tisztségekről, hanem egy olyan vállalásról, amelyet a koalíció első pillanattól kezdve megtett, gyakorlatba ülteti, és megyünk előre. Azt is elismerte, tárgyalt az ügyben a liberális vezetőséggel, és arra kérte őket, hogy felelősségteljesen kezeljék a koalíciós tárgyalásokat, szem előtt tartva az ország stabilitását. Pénteken elkezdődne a procedúra, és optimális esetben május 30-án már pontot is tehetünk a rotációra, fogalmazott az államfő. Megerősítette Nikolai Csuka, hogy pénteken lemond a kormányfői tisztségről. Bejelentése annak fényében fontos, hogy Márcsél Csolákó a koalíciós tárgyalások felfüggesztését kérte. Politikai források szerint az egyeztetések továbbra is nagyon bonyolultak a kormánypártok között. Péntek lesz az a nap, amikor a korábban felvállalt ütemterv szerint lemondok a kormányfői tisztségről, jelentette be ma Nikolai Csuka. Arra az újságírói kérdésre pedig, hogy marad-e továbbra is a kormányban vagy sem, már kitérő választ adott. Lejár a pénteki nap, és utána eldöntöm. Hétfőig meghozom az ezzel kapcsolatos döntést. Közölte, hogy a tárgyalások még zajlanak a felek között, és amennyiben újra tárgyalják a korábbi megállapodást, a parlament is újja miatt a PSZD választhat először minisztériumot. Az készpénzként vehető, hogy a következő kormányban 18 szaktárca lesz, mondta a miniszterelnök. Korábban Márcsél Csolákó PSZD elnök azt nyilatkozta, amíg tart a tiltakozás és sztrájkhullám, a koalíciós tárgyalásokat fel kellene függeszteni, mert a társadalmi problémák orvoslása fontosabb, mint a minisztériumok elosztása. Csolákó minden bizonnyal ezzel azt célozza, hogy a liberálisokra háruljon a felelősség a társadalmi elégedetlenségért, állítják a politikai szakértők. Források szerint a liberálisok tárgyaltak az ügyben Klaus Johannis államfővel is, aki ugyancsak sajtóértesülések szerint nem híve annak, hogy az RMDS kimaradjon az új kormányból. A legvalószínűbbnek jelenleg az a forgatókönyv körvonalazódik, hogy az RMDS-től mégis elvennék a fejlesztési tárcát, de cserében az Európai Alapok Minisztériumát ajánlják fel. A szövetség legutóbbi döntése értelmében az RMDS kormányon szeretne maradni, de nem hajlandó lemondani a fejlesztési tárcáról. Brüsszelben tüntettek tegnap a termelők, akik arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy Kelet-Európa belefulladt az olcsó ukrán mezőgazdasági termékekbe. A tiltakozáson a hat leginkább érintett országból voltak jelen a gazdák, köztük Romániából is. Tiltakoztak kedden délelőtt Brüsszelben Románia, Magyarország, Bulgária, Szlovákia, Csehország és Lengyelország mezőgazdasági érdekvédelmi szervezetei az Európai Bizottság azon döntése ellen, hogy újabb egy évre meghosszabbította az Ukrajnából vámmentesen érkező mezőgazdasági termékek forgalmát. A brüsszeli tüntetést a COPACO-GECA Európai Érdekvédelmi Szövetség szervezte, amely a romániai gazdákat is képviseli. A megmozduláshoz csatlakozott a Romániai Mezőgazdasági Termelők Egyesületeinek Ligája, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Termelők Szövetsége és a Növénytermesztési Ágazatban Dolgozó Szövetkezetek Szövetsége is. A gazdák ismételten hangsúlyozták, nem azonos feltételek mellett termel egy Európai Uniós termelő, mint egy ukrán, ugyanis az uniós előírások több mindenben korlátozzák őket, mondta el híradónknak hazatérése után Fazakas Miklós, a Romániai Mezőgazdasági Termelők Egyesületeinek Ligája, a Lepár alelnöke. Azok az intézkedések, amik eddig történtek, az gyakorlatilag nem old meg semmiféle problémát. Ugyanakkor az elkövetkező időszakra, hogyha nem tudunk határozott fellépéssel egy olyan megoldást találni, ami a mostani helyzetet feloldja és a gazdákat segíti, akkor nem tudom, hogy tudjuk az elkövetkező egy-két hónapot átviselni, ugyanis kezdődik már az aratás, és a raktáraink tele vannak, gyakorlatilag nincs vásárló a piacon, így értékesíthetetlen a gabona. Az Európai Unió agrárbiztosának petíciót nyújtottak át, amelyben egyebek mellett követelték, hogy az ukrán termények importjának tilalmát 2024. június közepéig hosszabbítsák meg, hogy legyen hová betárolni az idei termést, és rendeződhessenek a piaci problémák a kelet-közép-európai országokban. Továbbá azt is kérték, hogy az importtilalmat terjesszék ki a tojásra, baromfihúsra, mézre, olajra, búzalisztre, kukoricára,
paradicsomlisztre, cukorra, gyümölcsre és zöldségekre, valamint a feldolgozott élelmiszerekre. Hozzanak létre egy alapot a kelet-közép-európai gazdák támogatására, akiket a leginkább sújtanak a háború következményei, illetve ellenőrizzék az ukrán termékeket, hogy azok megfelelnek-e az uniós környezet és állatvédelmi, növény- és állategészségügyi szabályozásoknak. Folytatódik a pedagógus sztrájk, jelentették be a tanügyi szakszervezeti szövetségek vezetői. A Nikolai Csuka miniszterelnökkel és Márcsél Csolákú PCD elnökkel folytatott kedd délutáni találkozójuk után, miután nem sikerült egyességre jutni, csütörtökön nagyszabású tüntetést terveznek a fővárosban. Folytatódik a tanügyi sztrájk, nem sikerült egyességre jutnia a kormánynak kedden délután a tanügyi szakszervezetek vezetőivel. A tárgyalások után kijelentették, hogy a hétfőn indított általános sztrájk addig folytatódik, amíg a kormány elfogadható megoldással nem áll elő. Nikolai Csuka román kormányfő szerdán délelőtt újságírói kérdésre elmondta, teljességgel elfogadhatatlannak tartja, hogy egy pályakezdő tanár havi 2500 lejes nettó fizetést kapjon. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy az új közalkalmazotti bértörvény elkészítésével és elfogadásával sietni fognak. Július 15-én elkezdhetik a tervezet megvitatását a szociális partnerekkel, szeptember 1-én pedig a parlament elé kerül. Felvázoltuk tegnap mindazt, amit ebben a másfél évben az oktatásért tettünk. Hogyan fordítottunk tavaly 2 milliárddal többet az oktatásra, idén 6 milliárdot, illetve azt, hogyan tervezzük kezelni a problémát az országos helyreállítási tervből érkező pénzek segítségével, illetve a törvényekkel. Természetesen a mi felelősségünk, hogy megoldjuk a fizetés problémáját az oktatásban, mert teljesen elfogadhatatlan, hogy egy tanár nettó 2500 lejes fizetéssel kezdje a pályafutását. A szakszervezeti vezetők mindezek ellenére rendíthetetlennek tűnnek. A keddi tárgyalások után úgy gondolták, hogy az álláspontok egyelőre nem közelítettek egymáshoz. Csütörtökön pedig újabb tüntetésre készülnek Bukarestben. Híradón kezdetéig nem történt érdemleges fejlemény az ügyben. Elmarasztalta az Emberi Jogok Európai Bírósága Romániát, amiért nem ismeri el törvényben az azonos neműek kapcsolatát, és arra kötelezik az országot, hogy terjessze ki a jogszabályait az LMBT plusz párok védelmére is. Romániát 21 azonos nemű pár panaszolta be a strasbourgi intézménynél. Elmarasztalta Romániát az Emberi Jogok Európai Bírósága, amiért nem nyújt megfelelő jogi védelmet az azonos nemű párok számára. A strasbourgi székhelyű bíróság megállapította, hogy Románia megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének a magán- és családi élet tiszteletben tartásáról rendelkező cikkét azáltal, hogy a román jog a családi közösségeknek csak egyetlen formáját, az ellenkező neműek házasságát ismeri el, és nem biztosít az azonos nemű párok számára a családtagokat megillető szociális és állampolgári jogokat. Az ACCIPT romániai jogvédő szervezet sajtótájékoztatón számolt be a történelminek nevezett döntésről, amely 4 évvel azután született meg, hogy 21 azonos nemű pár beperelte Romániát. Itt az ideje, hogy a román állam elismerje és megvédje az LMBT párokat, hisz ugyanúgy szeretetre, tiszteletre és bizalomra épülő családok. Az ACCEPT mindig is kiállt amellett, hogy jogi keretre van szükség e családok védelmére és elismerésére. Ennek a jogi keretnek a hiánya, az azonos nemű családok védelmének és jogi elismerésének hiánya a legsúlyosabb diszkrimináció, amelyet a román állam saját polgáraival szemben alkalmaz. A bíróság leszögezte, hogy Románia köteles megteremteni az azonos nemű párok alkotta családok elfogadásának és védelmének jogi keretét, ugyanakkor megállapította, hogy a román parlamentben kudarcot vallottak az azonos nemű párok jogi helyzetének megváltoztatására irányuló kezdeményezések, és Romániának nem is áll szándékában változtatni ezen, mert a kormány arra hivatkozik, hogy a többség elutasítja az azonos neműek párkapcsolatát. Este prima data când... Ez az első alkalom, hogy egy bíróság elismerte, hogy az a 21 pár, akik ezt az ügyet az Emberi Jogok Európai Bírósága elé vitték, családok. Ez az első lépés a jogi elismerésük felé, amely most a román állam kezében van. A Román Alkotmánybíróság 2018-ban határozott arról, hogy a tartós kapcsolatban élő azonos nemű pároknak is van joguk, kapcsolatuk, valamint az ebből származó jogok és kötelezettségek törvényes elismerésére. Mivel egyetlen országot sem lehet a melegházasság legalizálására kötelezni, a megoldás a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény elfogadása lenne.
A bukaresti parlamentben az erős ortodox lobby miatt eddig többszöri nekifutásra sem fogadtak el ilyen jogszabályt. Románia az utolsó 6 olyan Európai Uniós tagállam egyike, Bulgária, Lengyelország, Litvánia, Lettország és Szlovákia mellett, amely semmilyen jogi keretet nem nyújt az azonos nemű pároknak. Folyamatban van a közbeszerzési eljárás, hogy megtalálják a megfelelő szemétszállító céget Marosvásárhelyen és a környező településeken. Tudtuk meg Tóth Andreától, az Ecolect Maros ügyvezető igazgatójától. Bár sokan bírálják az Ecolectet, a szerződések megkötése nem egyszerű, a pályázók ugyanis sem a jogi kereteknek, sem a műszaki elvárásoknak nem tesznek eleget. Április 5-e óta nincs állandó szemétszállító Marosvásárhelyen és a környező településeken, miután szerződést bontottak a korábbi szolgáltatóval. Azóta folyamatosan kritika éri az Ecolect hulladékgazdálkodási társulást, és olyan hírek is megjelentek a sajtóban, amelyek szerint Marosvásárhely a különválást fontolgatja az Ecolecttől annak érdekében, hogy önállóan köthessen szerződést egy szolgáltatóval. Ráadásul az Ecolecttel kifizettetné azt a pénzbírságot, amelyet a környezetvédelmi alap szabott ki Marosvásárhelyre, amiatt, hogy a városban nem működik a szelektív hulladékgyűjtés. A hivatal sajtószóvivője nem erősítette meg ezt, és arra hivatkozott, hogy Sós Zoltán polgármester 24+ című műsorunk vendégeként beszél majd a szemétügyről. Utóbbi a műsorban az említett hírekbe azonban nem reagált, szerinte viszont az önkormányzatok megfelelően ellátták feladataikat az Ecolect létrejötte előtt. Tavaly év novemberében ugye elindult a megyei hulladékgazdálkodási rendszer az Ecolecten keresztül, és gyakorlatilag a szerződések lebonyolítása, megkötése már nem az önkormányzatokhoz tartozik, hát ezért vagyunk jócskán ugye kiszolgáltatva ennek a helyzetnek. Eddig az önkormányzatok ezt a feladatot jól ellátták, tehát Marosvásárhelyen is rendben volt a hulladékgazdálkodás. Tavaly elkezdtük a szelektív gyűjtést is intenzíven. Ugye amit az Ecolect átvette, az egyetlen nagy hátrány az, hogy ők először szembesültek azzal, hogy mit jelent egy több százezres zónát leszervezni. Az Ecolect ügyvezető igazgatója Tóth Andrea szerint folyamatban van a közbeszerzési eljárás. Az eddigi jelentkezők pályázatai azonban nem tudták teljesíteni a törvényeknek megfelelő keretet. Azzal mentegetőzött, hogy a pályázatok esetében 500-600 oldalas dokumentumokat kell átnézniük, és figyelniük kell arra, hogy a jogi és műszaki elvárásoknak egyaránt eleget tegyenek a jelentkezők, ez azonban rendre nem valósul meg. Azzal szembesültünk, hogy a pályázók nem tettek le megfelelő pályázatot, az egyik pályázó az olyan garancialevelet tett le a pályázathoz, amelyiknek nem megfelelő a Nemzeti Bank által, nem elismert jogszerűsége van, és ennek következtében ki kellett zárnunk a pályázót. A másik pályázó pedig egyszerűen a műszaki ajánlat letevésekor semmit nem vett figyelembe azt, ami a kérelmeket illeti a szerződést illetően. Az újabb pályázatokat június 6-áig várják. A pályázóknak egyébként minimális követelményeknek kell eleget tenni, rendelkezniük kell autóparkkal, személyzettel. Beruházásokra sem kell költeniük, mindössze a hulladékgyűjtéshez szükséges zsákokat kell biztosítaniuk. Az elmúlt 2 évben folyamatosan fejlődött a marosvásárhelyi állatkert, az utóbbi időszakban számos új lakóval bővült, illetve a látogatók számára kevésbé látványos fejlesztések is történtek. A Marosvásárhelyi állatkertbe folyamatosan költöznek be új lakók. Az intézmény vezetősége kizárólag más állatkertekből származó állatokat fogad be, de olyan egyedek is vannak, amelyek itt születtek. A vendégeknek bőven van mit meglátogatniuk a helyszínen, hiszen bemutatják az európai és hazai vadállományt, de élnek itt egzotikus állatok is. Marosvásárhelyen az országban egyedülállóan elefánt és zsiráf, de van zebra, oroszlán, gyűrűs farkú maki, fehér tigris, mandrill és flamingó is. Nem biztos, hogy a látogatók érzékelik, de számos állatfaj állománya megújult. Köztük a tevék, papagájok, pelikánok, gibbonok, leopárdok és a baglyok is új egyedekkel szaporodtak az elmúlt 2 évben. Az intézmény vezetősége ugyanakkor törekszik arra, hogy minden állatot a lehető legkedvezőbb körülmények között tartson, ezért sok kevésbé látványos munkálat is történt. Újra fették a majomházat, felújították a fűtésrendszert, megújult a hűtő és fagyasztóház, ugyanakkor videokamerás biztonsági rendszert építettek ki, és a látogatók biztonsága érdekében a védőkorlátokat is felújítják.
Nemrég sikerült felállítani az egykori Marosvásárhely főterén működő békás szökőkút egyik békáját is. Az állatkert látogatás élményének kiteljesítése érdekében létrehozták az átjárós kifutót, ahol az érdeklődők ugyan nem érinthetik meg az állatokat, de sokkal közelebb kerülhetnek hozzájuk. A látogatóknak ugyanakkor már a jegypénztárnál sem kell hosszú sorokat állniuk, hiszen az online jegyvásárlási rendszer bevezetésével bárki gyorsan és könnyedén megvásárolhatja belépőjét. Ma játsszák a labdarúgó Románia kupa döntőjét, sporthírekkel folytatjuk. Ma este 8:30-tól játsszák Nagyszebenben a labdarúgó Románia kupa döntőjét, amelyben a címvédő Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK és a Kolozsvári U találkozik. A Szalos Kamilla kolléganőnk a helyszínen tartózkodik, ahol javában zajlanak az előkészületek a meccsre. Szervusz Kamilla, milyen a hangulat most Nagyszebenben? Szervusz Réka, köszöntöm a kedves nézőket! Fergeteges a hangulat itt a nagyszebeni városi stadion előtt. A kolozsvári úszurkolói már kora délután ellepték a város főterét, de vonattal, illetve buszokkal megérkezett a Sepsi OSK szurkoló serege is. A szurkolók folyamatosan gyűlnek a bejáratoknál. Egyelőre a kolozsvári út tömege bizonyul nagyobbnak, de már megérkeztek a csapatok is. Amint látható, a rendőrség folyamatosan ügyel a figyelemre, és egyelőre konfliktusnak sem vagyunk tanúi. Az eredményről bővebben a holnapi híradónkban fogunk beszámolni. Köszönöm szépen a figyelmet, a szó a stúdióé. A Szalos Kamilla, köszönjük szépen, és hajrá, győzzön a Jobbik! Aranyéremmel tért haza a csíkszeredai VSK sportolója Szőcs Bence, a Jászvásáron tartott serdülő korosztályú ökölvívó országos bajnokságról. Az U16-os korosztályban versenyző 46 kg-os boxoló fogja képviselni Romániát a közelgő Európa-bajnokságon. Ezen a mérkőzésen dőlt el, hogy a korábban a Bene Regász, ma a csíkszeredai Városi Sportklub színeiben boxoló Szőcs Bence állhat a román bajnokság dobogójának legmagasabb fokára, az ökölvívó serdülő korosztály 46 kg-os súlycsoportjában. Edzője szerint a fiatal versenyző képességeire a román válogatott irányítói is felfigyeltek. Az a verseny azért volt szervezve, hogy akik a saját kategóriájukban a legjobbak, azok fogják képviselni Romániát az Európa bajnokságon. A Bence most megnyerte ezt a bajnokságot, és ő fogja képviselni, hogy a legközelebbi, hát ez volna, ugye, hogy Európa bajnokságon érmet hozni. Hosszú távú, az pedig nyilván megyünk tovább, egy világbajnokság, nemzetközi turnék, hát még az olimpia kicsit odébb van, de viszont bízunk benne, hogy előbb-utóbb oda is sor kerül. A bemelegítés részeként ugrókötelznek a Bene Regász sportklub ökölvívói. Az eredményekhez, a dobogóhoz, érmekhez több éves rendszeres, kitartó munkára van szükség. Kiskorom óta szeretem ezt a sportot. Nekem céljaim vannak kiskorom óta. Mindig is az volt az egyik célom és egyik álmom, hogy egyszer Európa bajnokságon részt vehessek, vagy világbajnokságon, és rengeteg munka. Az U16-os korcsoportban versenyző Bence a közeljövőben a román válogatott keretében folytatja edzéseit, hogy a lehető legjobb formába kerüljön az Európa-bajnokságig. Sporthíreink után mutatjuk holnapi időjárás jelentésünket is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!